Pár másodperc alatt habzsolták be az ázsiai elefánthölgyek a másfél óra alatt kifaragott Halloween tököket. A nyíregyházi állatparkban idén is tökös nassolnivalókat kínáltak a lakóknak. Itt az őszi szünet, itt a sütőtök szezonja, és ilyenkor különleges tökcsemegével kedveskedünk állatkerti lakóinknak. Ami érdekesség, hogy előző nap a faragott tököket az állatkerti szállodánk vendégei készítik el, aztán pedig egy lista alapján együtt csoportosan végigkísérve adunk mindenkinek tökös csemegét. Óriási az érdeklődés, hiszen erre a programra bárki csatlakozhatott. A cicás tök a szumátrai tigrisek lakomája lesz. A látogatók számára ez az egyik legérdekesebb állomás. A hím tigris ugyanis úgy játszik a faragott tökkel, mint kis cica a gombolyaggal. A tökökben természetesen az állatok kedvenc csemegéit rejtették el a gondozók. Óriási volt az állatcsaládok repertoárja, például a szurikátáknak adtunk liszkukacot, különféle magvakkal kedveskedtünk a sülőknek, de a főemlősök sem maradtak ki a jóból, tehát gibbonfélék, orángutánok is kaptak a finom csemegéből, de azt hiszem a legnagyobb érdeklődés a nagymacskákat övezi, ők húst kaptak a tök csemegébe. A halloweeni látványetetés idén is népszerű volt a nyíregyházi állatparkban. A program a szervezők szerint azért sikeres, mert a mókás tökevés mellett számos érdekességet is megtudhatnak a látogatók a park lakóinak mindennapjairól. Az állatkertek szerepe a faj megőrzésről szól, és minél kevesebb emberi hatás éri őket, nem beszélve arról, hogy életveszélyes lenne hozzájuk közel kerülni. Nyilván a tököket egy tök nem hoz a lázba a tigrist, viszont ha húst rejtünk a csemegét, húsos csemegét rejtünk a számukra, akkor mindenképpen igen.